Hát szervusztok, örülök, hogy látlak titeket. Ilyen elég régóta volt, na mindegy, vagy régen nem volt, és most azt hallottam itt a beszélgetés elején, amikor mielőtt elindítottuk volna, hogy minthogyha a Béres Attila egyik beszélgetőnk lehet, hogy ide nézel, Attila. Igen. A Miskolci Nemzeti Színház igazgatója és amúgy rendező. Azt kérdezte volna Mohácsi János rendezőtől, hogy ugye próbálsz holnap, vagy nem tudom én. Ez azt jelenti, hogy business as usual van? Tehát elindul a próba és kész? Igen. Igen, ez határozottan azt jelenti, hogy csütörtök reggeltől mi elkezdünk próbálni a Jánossal, és a Szabó Máté próbálja a Szerelmes Shakespeare című darabot. Azt hosszú ideje beszélgettünk arról, hogy milyen formában és hogyan, de én bízom benne, hogy a János és a Máté is felelős ember, és tudja azt, hogy valamilyen bizonyos szabályokat betartásával mehet a próba. Mit próbált János? Isónak a francia rúdugrása. Aha. Viszont, ha ti így belevágtatok már a munkába, akkor Gáspár Ildikótól, az Örkény Színház rendezője, dramaturgja, tőled pedig azt kérdezem, Ildi, hogy akkor az a bizonyos elmaradt premier, az Andromaché, ami már ki volt ugye tűzve, és gondolom kész is volt nagyjából, hiszen volt online bemutatója, az most hirtelen bemutatódik? Nem most hirtelen, hanem amikor majd tud, valószínűleg ősszel. Tehát én most világítottam a múlt héten is, meg most is, még ma is, és most úgy nagyjából megcsináltuk a világítást végéig. De az, hogy ezt mikor, valószínűleg októberben még lesz egy-két hét, tehát 9-10 nappal a bemutató előtt álltunk le. Az, ami volt a neten, az azért nem egy online bemutató, hanem az tulajdonképpen egy dokumentumfilm. Mondjuk. Hát, nem online bemutatónak. Pedig azt akartam kérdezni, hogy lehetséges-e ilyesmi. Tehát most úgy néz ki, hogy mindannyian visszatértek a színház tradicionális működési rendjéhez, mintha mi se történt volna. De mi se történt? Hát ne nevezzük tradicionális rendnek, hiszen előadás nincs. A tradicionális rendhez szerintem az tartozik hozzá, hogy reggel próba, este előadás, most ez egy fél tradicionális rend. Én azt gondolom, hogy ami se történt, ez nem igaz, de azok a rémképek, amelyek itt elhangzottak az elmúlt két hónapban, hogy háború és utána, és nem tudom, mert azok nem igazak. Volt egy két hónapos szünet, és bízom benne, hogy mondjuk három hónap, vagy igen, tehát mondjuk augusztusra visszatér minden a normális medrébe. Tehát én igazából nem érzem azt, hogy most ilyen gyökeres változás jön a világba, vagy nem hiszem ezt. Nem a világ, talán lehet, hogy a világba is, de talán a színházba. Ildi, ugyanígy gondolod? Nagyon nagy kérdés, hogy valóban Magyarországon ilyen szabály nélküliség lesz-e, vagy lesz-e valami megkötöttsége annak. Hát ahhoz tudunk alkalmazkodni, ami van. Éppen tegnap este néztem egy beszélgetést Ostermayerrel és Szerebrennyikovval, ahol az hangzott el, hogy a Saugünében minden második sorban fognak ülni néző két-két széket kihagyva, tehát 20%-nyi ember fog tud ülni a nézőtéren. Ezt elég abszurdnak látom, hogy ez mi. Tehát, hogy én nem gondolom, hogy ez hosszú távon működhet. Egyszerűen nem erre van kitalálva egy ilyen épület. Ha mászkálhatnak közöttük a színész, az oké, okay, mert ugye csak monológokat fognak csinálni ráadásul. Tehát igen. Ez olyan mértékben megköt, hogy nem hiszem, hogy erre... Tehát egyszerűen ki kell találni egy másik formát, ezt gondolom. Ha Magyarországon nem lesznek ilyenek, akkor valószínűleg többé-kevésbé vissza fogunk térni ugyanoda. Az más kérdés, hogy a nézők mennyire fognak jönni, ezt nem tudom megítélni. Ugye azért láttuk, talán tegnap vagy tegnap előtt láttunk egy fotót a Berliner Ensemble nézőteréről, ahol már ki is volt szerelve minden második sor,
tehát nagyon úgy készülnek, hogy, nagyon érdekes volt. Lábszabadság. Ugye ezzel a felirattal mindenki ki tudja nyújtani a lábát. Tehát készülnek, hogy lesz valami változás. János? Hát én fogalmam sincsen. Hát nem vagyok én valamiféle görög jós, hogy megmondjam, hogy mi lesz. De azt ugye nagyjából gyanítani lehet így úgy végzett reprezentatív mintavételből, nevezzük le, viszont nagy tömegű mintavételből, hogy 2-10% alatt van az átfertőződöttség, hát ami azért, ami 10 000 emberből 2. Tehát ez nagyon-nagyon picike, még akkor is, hogyha virulás, meg gonosz ez a vírus, nem tudom, hogy mivel küszködünk, meg hogy érdemes. Hát ez a nézőtér kiszedés, hát ez nagyjából olyan látszat cselekvés, mint az online bemutató. Na, erre is akartam kérdezni, hogy vajon mit gondoltok a színházi előadások online prezentálásáról? Most nagyon sok embernek ez nagyon fontos volt az elmúlt időszakban, azért ez is számít. Prezentálás alatt a streaminget érted? Igen. Számomra leginkább egy információs célja van, tehát az egyáltalán pótolja az előadás élményt. Valami fogalmam lesz arról, hogy hogy nézett ki ez az előadás. Kb. Vagy én így vagyok vele, de ez biztos emberfüggő. Az, hogy online készülnek előadások, amiket már erre készítenek, azok meg változóak. Tehát nagyon sokféle kísérlet volt most, és nagyon nehéz erre válaszolni, mert már az is egy kérdés, hogy élőben megy-e, ha élőben megy, akkor van-e interakció a nézőkkel, lehet-e chatten hozzászólni. Nagyon sok olyat láttam, mint lehetőséget, ahol Zoomon csatlakozhattak be a nézők, és mondjuk akkor reagálni is tudnak. Tehát az is teljesen más, akkor azért van egy közös tér, mégis egy virtuális tér, ha nem is fizikai tér, de azonos időben tudnak reagálni egymásra. És hát van az a verzió, amikor pedig egész egyszerűen az ember megpróbálja azokat a spontán pillanatokat megragadni, amik születnek egy-egy ilyen alkalommal, amik mégis egy picit azt az érzetet keltik, hogy ez jelen idejű. De a néző attól még nem jelen idejű. Szóval bennem inkább az van, hogy hányféle módon lehet ezt esetleg használni, hogyan lehet kombinálni, hogyan lehet azt az illúziót kelteni esetleg, hogy ahogy egyébként ezt csinálja az ember a színházba is, hogy nem tudom, FaceTime telefonálás van, vagy bármi, ami előre felvett anyag, de a néző mégis úgy éli meg, hogy ez most élőben történik. Tehát ezzel lehet, de a fizikai jelenlétet az semmi nem tudja pótolni. Tehát ez arra jó, hogy kipróbálunk más utakat. Talán fontosabb lesz egy picit az, hogy multidisziplinárisan gondolkodjunk, több műfajt használjunk. Elképzelhető, hogy változik a vizualitásról alkotott véleményünk. És ami nekem gondolatilag itt a fő kérdés, az, hogy mennyire jelentős volt ebben az időszakban az információ, hogy az hogy ér el hozzám, mi ér el hozzám, a hiánya, az, hogy fogalmam nem volt, sokszor elolvastam nem tudom hány online hírt, és egymásnak teljesen ellentmondó információk voltak. És hogy ez mennyire meghatározó volt egyrészt. Tessék? Ez nem vírusfüggő, az egymásnak ellentmondó. Nem vírusfüggő, csak attól, hogy az életünk mennyire bekerült ebbe a térbe, sokkal meghatározóbbá vált, hogy mi az, amihez hozzájutunk, és milyen úton módon, és hogy hogyan tudunk egymással kommunikálni, illetve nem kommunikálni. Tehát nekem ezek voltak, és hogy ez mennyire tudja, tehát hogy mit tudunk ebből meríteni. Tehát mi az, ami ebben lehetőség? Az nagyon, abból, amit te elmondtál, abból egy csomó dolog kínálkozik, amivel lehet esetleg élni, vagy nem?
De azt gondolom, hogy lehet. Hát amikor mi csináltuk az Andromakét, akkor még senki nem csinált ilyet, és úgy jutott az eszembe, hogy azt mondta a spanyol tanárom, hogy térjünk át online órára, és ajánlott ezt a Zoom programot, amit én nem is ismertem. Megnéztem, és láttam, hogy lehet vele fölvenni, és egyből ez jutott az eszembe, de hát egy héttel voltunk a bemutató előtt, és természetes volt, hogy nagyon akartunk még együtt dolgozni, és még egy nagyon fura állapotban. És akkor ott attól, hogy egyáltalán, tehát inkább egy érzetem volt arról, hogy mi felé szeretnék menni, közbe kellett rájöjjek, hogy mit tud a program, hogy a program maga a tér, mert milyen hülyén hangzik, tehát hogy az milyen lehetőségeket ad, és azzal kezdtünk el játszani, és a színészek nagyon hamar. Tehát ezt 3 nap alatt vettük fel úgy, hogy 3x2 órában, tehát délelőttönként 2 órában, tehát mit tudom én, volt 6 órányi anyag, vagy 5, és abból raktam ezt össze, és már a első nap, szerintem a második órára már egyre otthonosabban mozogtak ebben az egészben. És ettől a nagy része az tulajdonképpen improvizáció, amitől, nem tudom, nekem ez tetszik benne. Tehát az, hogy ezt nem lehet megrendezni, mert... Láttok ebbe a virtuális téllel való közelebbi kapcsolatban, most az urakat kérdezem, nem dereng semmiféle lehetőség, ami azt hordozza magában, hogy ezt a tapasztalatot, amit most átéltünk, azt valahogy formailag lehet a színházra is hasznossá tenni? Mondok nektek valamit, akkor legyünk konkrétak. Én vagyok az egyetlen néző közületek, ti nem vagytok azok. Ha én most látok egy olyan jelenetet a színpadon, amit tulajdonképpen mindegyikötök rendezésében sokat látok. Tehát vagy azt, hogy sokan vannak, vagy azt, hogy fizikailag rettenetesen közel vannak, akkor nekem most a nézőtéren arról az fog eszembe jutni elsőként, és ott is marad a fejemben, hogy hú, ezek rettenetes szoros fizikai kontaktusban vannak ott, és Jézus Mária, mi lehet ebből? Hát ezzel ti nem mentek sokra, mint művész emberek. Én válaszolok az előző kérdésre, tehát hogy én nem hiszem, hogy az ilyen leadott előadások azok bármi áron is pótolhatják azt, amit színháznak gondolunk mi, vagy gondolok én. Én egynek örülök, hogy a Miskolci Nemzeti Színház az elmúlt 2 évben igazán komoly erőfeszítést tett azért, hogy normális felvételeink legyenek, 5 kamerával, sokszor 7 kamerával, tehát hogy legyen egy normális dokumentált anyagunk az előadásokról. Ezek közül párat lett leadtunk mi is csütörtökönként este, de egyáltalán nem hiszem, hogy ez pótolhatja a színházat. Ezt nevezzük inkább egyfajta ne felejtsetek el közönség című eposznak, de mégis azt gondolom, hogy ez a fajta dolog, amit ezt hozott ebben a különböző előadások, vagy akár amit a Simon Zoli és a Láng Anna Mari csinált, én ezeket pótlásnak érzem a színház helyén. Tehát ezek ilyen nem pótcselekvések, mert annak van egy pejoratív értelme, inkább azt mondanám, hogy a színház helyett van, de hát sajnos megmérettetett, és nem győzte le a színházat, úgyhogy a színház, mint közösségi élmény, az megmarad. Másrészt, amit te mondtál, hát ez egy komoly kérdés, hogy hogyan lehet ezután tömegjelenetet rendezni, vagy tömegjelenetet nem rendezni, vagy mondjuk egy csókot megrendezni, vagy akár egy vad szexjelenetet megrendezni. Most nem akarok utalni éppen az Isónak a darabjára, de mégis igen, ez egy komoly kérdés, de azt gondolom, hogy akkor, amikor el fog indulni a színház, ez a kérdés már nem fog felmerülni benne, Gyuci, hiszen, vagy nem fog felmerülni a nézőben, hiszen akkor már én azt gondolom, hogy biztonságban meg lesz válaszolva az a kérdés, hogy lehet-e közeledni, vagy nem. Tehát, hogy abban a pillanatban, ahogy a színház el tud indulni, abban a pillanatban ez már nem lehet kérdés. Tehát ha kérdés lesz, akkor ne induljon el a színház. Mert... Igen, akkor nagyon sokára fog elindulni, mert ez azt jelenti, tulajdonképpen, ha lefordítom, én addig nem
addig nem fog más eszembe jutni, mint ez, amíg nincs mindenki oltva. Igen. De nagyon érdekes, hogy azt mondjátok, hogy ez az online, ugyanis egy soproni színháznéző, az most láthatta a Velencei Kalmárt Miskolcról. Tehát, hogy azért ez se lényegtelen, hogy azt 5000-en nézték. Amikor... Hát, ha hiszed, hanem Ohiótól kezdve egészen Litvánián át Észtországig. Igen, ez olyan nézőközönséged volt, János, ami soha. Tehát, hogy hihetetlen. Legalábbis olyan, amit fizikailag nem tudsz létrehozni a színházban, és szerintem azért ez is számít. Egész egyszerűen ugye demokratikusabb és szélesebb körül lesz a színháznézés. Oké, Ildi, igen, ezt mondtad, bizonyos kompromisszumok árán. Tehát ami neked csak információ egy előadásról, az attól egy nézőnek lehet élmény. És itt most mondjuk megint a Velenceire gondolok. Tehát, hogy lehet, hogy te rontott néző vagy. Én szerintem ez műfaji kérdés, tehát egy színház történeti dolgot visszanézni, most egy mit tudom, 70-es évekbeli Bruck előadás, az színház történetről szóló videó, vagy film, vagy én nem tudom micsoda, de hát nem, a színháznak azért nem nevezném, és nem nevezném színházba járó nézőnek azt, aki ilyen videót néz. Tehát én nagyon örülök neki, hogy sokan látták, bár én ezeket az adatokat fenntartással szoktam kezelni. Ugye az Őrkény Számodra helyét, ami körül rettenetes hype volt a Facebookon, azt elvileg látták, tudom én, 10000-en, de hát azért hál' Istennek meg tudtam nézni a YouTube csatornán, hogy az, aki egy percnél tovább nézte, azért az csak 900 volt. És a sajnos további adatokat nem bocsát a YouTube se rendelkezésre. Tehát az, hogy ki az, aki végignéz egy ilyet, azért szóval erősek a kétségeim ezzel kapcsolatban. Igen, és egy picit talán összekeveredik az, hogy egy közvetített előadás is lehet élmény. Tehát én nem azt mondtam kétségbe, és abszolút számomra is volt olyan, ami élmény volt, de nem gondolom, hogy ez az. Ez más. Igen, de nem lehetséges-e, hogy most muszáj lesz bizonyos értelemben. Egyszerűen azért, mert erre a tapasztalatra, amit átéltünk, ki a saját karanténjában, erre nem lehet, ebből adódnak nem csak praktikus következmények, hanem érzelmi, szellemi, tehát, és a színház csinálásra is. Tehát lehet, hogy ezeknek a bizonyos hagyományosan nagyon nagy tereknek, nagy épületeknek, ez most tulajdonképpen rossz. De könnyen lehet, hogy mondjuk a független vagy rugalmasabb színház csinálóknak, és most nem akarok magyar példát mondani, de mondjuk a Rimini protokollnak, ami, érted, ott utcán sétálunk, és közben a fülünkbe szól a utasítás. És én róla, tudod? 15 éve én írtam erről, pont. Hát igen, jó, de most is van ilyen vagy hasonló, vagy ők nagyon használják például az elektronikát, mindent, és nagyon használják a nézővel való közvetlen kapcsolatot, tehát lehet, hogy itt pedig egy ilyen formai és tartalmi robbanás áll be. Tehát lehet, hogy egy kicsit szélesíteni kell azt a fogalmat, amit tradicionálisan színháznak gondolunk. Lehet, hogy két dologról beszélünk megint, mert az, hogy közvetítünk egy előadást, és erről most van egy élményünk, az is egy dolog, és az is, hogy hogyan ül valaki otthon a karanténban, és tartja a kapcsolatot így bárkivel. Tehát inkább én erre az élmény, tehát én ezt az élményt érzem egy erősebb élménynek, ami természetessé válik és beépülhet. Tehát ha valami miatt beépülhet, akkor emiatt épülhet be, hogy ez is egy kommunikációs forma, hogy a telefon megjelent az előadásokban, vagy a mobiltelefon. Tehát én ennyire gondolom ezt. A Rimini protokollal kapcsolatban pedig hát az, amit te mondasz, az azt feltételezni, hogy teljesen meg kelljen változtatni a színház koncepciónkat. Ugye ez ott elbukik, hogy kicseréljük a nézőterünket, és ugyanolyan nézőtér marad, hiszen a
a székszám az kötött, és ebben a formában fér el annyi szék, amennyinek el kell férnie. Tehát ha most nem egy ilyen nézőterünk lenne, hanem ki lennének szerelve a székek, és szabadon lehetne, tehát egy mobil hely lenne, akkor lehetne mást, tehát ez a kukucska színpad azért ez nagyon megköt ilyen szempontból. És akkor ez a végeredmény, hogy sorokat hagysz ki, vagy nem hagysz ki, vagy... Jó, de ez a praktikus része, nem a művészi része. A praktikus részéből jön a művészi része, tehát ahhoz alkalmazkodsz, ami van. De hogy vajon nem lódítja-e meg a fantáziátokat az, hogy bizonyos dolgokra tekintettel kell lenni? Mind a néző szempontjából, mind a színház csinálók szempontjából. Egy ideig valóban nem lehet tömegverekedést rendezni a színpadon. Hát akkor mit fogtok kitalálni? Urak? Ja, bocsánat, mondja Ildi. Nem mondjátok, nem akarom én itt elvenni a... János, egyszerűen úgy érzem, János, hogy nem, hogy te azt mondod, hogy úgy, ahogy eddig, és kész. Én szerintem ennek nincs. Hát a színház az borzalmasan kötött forma. Én ugye Lukács hívő vagyok ebbe, ezt már milliószor megbeszéltük. Ott sok néző, egyidejűleg, egy borzalmasan húsvágó problémával foglalkozik. Akkor a színház, ha nem vagy egy légtérben, hanem máshol vagy, ki tudsz menni kávézni, abba hagyod, nem figyelsz, más csinálsz, lekapcsolod, akkor az nem színház. Nem, attól függetlenül, hogy a színészek meg a rendező viselkedhet úgy, mint hogy a színház, de nem az. Valami tök más dolog, és nekem nem, tehát én nekem kifejezetten nem mozdítja meg a fantáziámat, sőt, borzalmasan idegenkedni fogok a színpadon megjelenő esetleges maszkoktól, meg zoomoktól, meg videóbejátszásoktól, amiket egyébként is utálok, mint a tíkfost. Nem hiszem, hogy... János, ezt jelenti Lukács hívőnek lenni? Bocs, mondjad? Ezt jelenti Lukács hívőnek lenni? Nem, ez csak a dramaturgiában való hívőt jelenti, tehát nem... Értem, mert akkor bizonyos szempontból, sőt, mondhatom, én is Lukács hívő vagyok, és teljesen azonosulni tudok azzal, amit mondtál. Ugye... Még a videóbejátszás tekintetében is, amit hasonlóképpen gyűlölök. Én meg erről teljesen másképp gondolkodom, de... Hát én meg nem értem, tehát egyszerűen dogmatikus most, amit mondotok, mert videóbejátszása válogatja, hát nem? És de... az, hogy annak van-e funkciója, vagy nem? Na segíts, Ildi! Hát most a videóról beszéltünk, hát az egy médium, az egy zenei elem, kinek tetszik, kinek nem tetszik. Inkább az az érdekes, hogy azért ott is vannak árnyalatok, hogy tehát az, hogy a fülemben van egy fülhallgató, és beszél hozzám valaki, és én megyek a városban, az is színház, igenis színház. Ott élőben beszél hozzám valaki, és bennem abban a pillanatban jön létre az élmény, és írja át azt, amit hallok, ami történik velem, azt, amit látok, az felül írja az információkkal, amit mond nekem, és átváltozik, egy csoda történik, ez velem megtörtént, tehát én ezt imádtam. És ilyenből biztos lehet sokat, inkább az a kérdés, hogy ez egy, tehát az, hogy sok ember üljön egy téren, tehát ez egy tömegeknek szóló valami legyen, ez a másik verzió, ezt tökéletesen kizárja, ez nem egy mainstream dolog ilyeneket csinálni. Kevés ember jut hozzá, és tulajdonképpen mondhatjuk, hogy akkor ez egy elitművészet marad. Tehát az, hogyha kevés emberhez kell eljutni, én nem tudom azt egyébként, hogy most nagy terek vagy kis terek, mert itt is teljesen megoszlik, hogy kis tereket zárják ebben nagy terek, de ezzel nem is érdemes gondolkodni, szerintem. És én nem gondolom egyébként, hogyha az ember az élményeit akarja, tehát hogyha ezekre az élményeire gondol, akkor megmaradna egy ilyen elsőkörös dolognál, hogy maszkok meg zoomok, hanem a gondolkodásmódról van szó inkább. Tehát az, hogy mondjuk berakta az Attila maga mögé, most ez egy egyszerű dolog, berakta maga mögé azt a filtert, és már eltűnik az a közeg, ahol ő van. És aha, hogy megtörténhet egy beszélgetés, ahol nem tudom, hogy ez az ember honnét beszélt hozzám. Kicserélheti az arcát, magára tehet egy filtert, megszűnt, tehát az identitásról való gondolkodás változik, megváltoztathatja a hangját is, és így tovább. Tehát ezek
ről lesz élményünk, vagy van élményünk, és ezek tudnak bekerülni. Ami még szerintem egy lehetőség, hogy hát nem tudom, mennyire hallottatok, vagy ismeritek, vagy hát nyilván igen, csak ez most, bocsánat, tettem egy ilyen izé, a Susanna Kennedynek az előadásait, lehet szeretni, lehet gyűlölni, ez most mindegy, de például ő nagyon sokat gondolkodik azon, hogy mi van akkor, hogyha a színésztől elveszem az arcát, elveszem a hangját, és így tovább. Tehát, hogy pont ezzel játszik, hogy mit hoz. Vagy a végtagja. Vagy a végtagjait, igen. Egyébként pont a Páfi Tibor mesélt erről az Alice, ugye az volt az Alice kapcsán, hogy ott végig egy nagy maszkba volt, hogy őt ez felszabadította, hogy mást tapasztal meg magára színészként. Hát én azért azt gondolom, hogy nem minden színész feltétlen, nyilván nem lehet ezt csinálni minden alkalommal, de az, hogy a testedet másképp kezded el használni, és rá vagy kényszerítve, az lehet egy érdekes dolog. Igen. Vagy az, hogy olyan messze vagyunk egymástól, hogy egyetlen lépés egymás felé akkora jelentőséggel bír, ez is lehet egy dolog. De hát nem tartunk még itt, ezek csak gondolatok valóban. Tehát most én az Andromakit nem rendeztem át, és nem is fogom átrendezni, amiatt, hogy ők nem lehetnek közel egymáshoz, mert ez már így fog megfőni, és ha nem tudjuk megenni, akkor nem ettük meg, kész. Tehát ez, de hogyha elkezdek egy új dolgot, és ott úgy látom, hogy alkalmazkodni kell valamihez, akkor megpróbálok abból kiindulva gondolkodni, és esetleg egy olyan műfajban, ami nem is létezik, még. Igen, valami más. Találni, meg kell szülni, és ennyit tudok erről most mondani. Ugye a nemzetközi terepen rengeteg beszélgetés folyik erről, és rengeteg cikk születik. Az egyikben azt olvastam, hogy egyszerűen a színházvezetőknek, Attila, rugalmasnak kell lenni, tehát nem lehet egy évadra előre tervezni. Lehet, hogy csak hónapról hónapra lehet. Lehet, hogy kirakat színházat is kell csinálni, ahol ami egyébként szintén nem új keletű dolog, mert a Squat Színház ugye már 1500 éve a 23-as utcán kívülről néztük, meg belülről is néztük. Vagy lehet színházat csinálni aluljáróban, vagy ki lehet menni lakásokba. Lehet az Audi, ami szintén létezik. Lehet jobban építeni a szóbeliségre, tehát az auditivitásra. Nem mozgatja meg a fantáziátokat? János, úgy ülsz ott, mint egy kőszikla, mint aki azt mondja, hogy nem, mert vagy úgy, vagy sehogy, Attila. Judit, ebben tökéletesen igazad van. Ezek tulajdonképpen, ha úgy veszük, Ildikó fogalmazta meg pontosan ezt a kérdést, ez gondolkodásmódbeli kérdés. Az én gondolkodásmódom így 50-hez közelebb, mint máshoz, nehezen tud, ez az én hibám, nehezen tud változni. Én valahogy a színházat mindig egy közösségi térnek képzeltem, ahol élő viszonyok vannak, ahol történeteket mesélünk el, ahogy János pontosan és lényegletörően megfogalmazta, fontos, nagyon fontos mai kérdésekről értekezünk. Ebben a formai megoldás az nyilván egy kérdés. Ha azt vesszük, akkor a Zsótér évezredekkel megelőzte a pandémiás kort, amikor megcsinálta a médiát. Ugye annyit kellett volna csinálni abba az előadásba, hogy 2 méterre ülteti egymástól a szereplőket, és nem közel egymáshoz, és tulajdonképpen az egy tökéletes járvány korszakbeli előadás lehet. Lehetőségét rejti magában, rejtette magában. Ezek formai kérdések, de megmozgatta a fantáziánkat, válaszokat is tudok adni rá. Nyilván a legfontosabb dolog, amit például mi ott a művészeti tanácsban, Kalácsban megpróbáltunk eldönteni, hogy kell-e egyáltalán nekünk az elkövetkező évadban
erről a vírus helyzetről beszélni. És akkor nem tudom, kivetette fel azt a szerintem jó megközelítést, hogy nem, de a bezártságról, az elmagányosodásról, a kommunikáció képtelenségről kell beszélni, és akkor nem tudom, ki mondta azt, hogy de hát eddig is ezekről próbáltunk beszélni. De megint visszatérek oda, amit Ildikó mondott, hogy ezek formai kérdések. Azt gondolom, és a János kőszobrát értem, hogy van egy irány az ember fejébe, nagyon nehezen tud formailag megújulni, nyilván meg kell majd. Természetesen felmerült bennünk az, hogy hogyan fogunk esetenként úgy színházat csinálni, ha azt nem lehet annyian nézni, vagy nem lehet abban a formában csinálni, hogy eddig csináltunk. De egyelőre konokul ragaszkodom ahhoz, hogy próbáljuk meg azt a színházat csinálni tartalmilag, amit eddig csináltunk. János Kőszikla? Ugye, itt visszaharapnék a most az Ildire, hogy amikor azt mondod, Ildi, hogy a fülhallgatódban hallgatsz valamit, és a színház. Nem valamit, egy másik ember, tehát egy telefonbeszélgetés volt. Jó, teljesen mindegy, tehát az, hogy és akkor megváltozik a világról alkotott véleményed, és valami egészen kitüntetett, azt nem mondjam, szinguláris pillanatba kerültél. Szóval ez olyasmi, mint amikor ugye a modern zene elkezdett afelé menni, hogy tulajdonképpen minden zene, és akkor ha kimegy a természetbe, az is zene, és ezekben van igazság. Meg ha hallgatod a szeliden elsuhanó sugárhajtású gépek zaját, az is zene, kétségtelen, tehát rá lehet fogni. Ugyanakkor akkor mi a faszért van az, hogy négy ember leül különböző vonos hangszerek mellé, és vonos négyest játszanak. Tehát azért valahogy különbséget kell tennünk e között, hogy vannak események, amelyek színházszerűen hatnak, vagy rettenetes erős hatásuk van, de attól az még nem lesz színház. Tehát aztán abba hagyom, már nem szeretek okos lenni, de az amit az Ati mondasz, hogy ő már majdnem 50, hát akkor majdnem elsírtam magam, de az az igazság, hogy én 20 éves koromban is utáltam a különböző erőszakosan berángatott cuccokat, tehát nekem sokkal primitívebb dolog ennél a színház, vagy sokkal nagyszerű, vagy mit tudom én, de nem hiszem, hogy így a koronavírus fog új csodálatos disziplinákat berángatni. A színház, a mozi és a tévé, meg a tököm tudja mi közé. Tehát, ugyanakkor szerintem azért ez mégis csak fölvetett most egy olyan tapasztalatot. Éppen azok, amiket az előbb mondtatok, hogy a bezártság, a bizonyos addig teljesen közönségesnek tudott dolgok, mint hogy a vásárlás, a kapcsolattartása, nem tudom mi. Ezekkel kapcsolatban most megéltünk valami nagyon újat, nagyon mást. Ha nem hiszem, hogy úgy gondoljátok, hogy ez egyáltalán nem szivárog be, egyrészt tartalmilag, másrészt formailag. Én hadd kérdezzek már valamit, mert szerintem ez lényegi. Tehát az, hogy honnét színház a színház? Ha egy néző van, akkor az nem színház? Ja, nekem nem. Neked nem. Engem kérdezem. Mert akkor szerintem inkább itt válik ez ketté. Tehát amit te firtatsz, Judit, az arra fele megy, hogy lehet-e egy embernek színházat csinálni, vagy lehet-e külön-külön, vagy időben eltolva, vagy akárhogy. Tehát ez a 15 évvel ezelőtti tapasztalatom, hogy igen, ez 2005-ben volt, tehát ez nagyon régen volt, és azóta nagyon sok minden történt még. Ez volt a lényege, hogy itt egy néző van, aki én vagyok, és egy színész van, akivel én beszélek, vagy nem színész, hanem performer, tök mindegy, és még csak nem is látom, de attól ez még egy kapcsolatra épült, egy interakcióra épült. Tehát az, hogy honnét kezdjük el, azt
hogy színház, hogy ülnek sokan, vagy, és mi a minimum? Tehát 5 néző már színház? Vagy 2? Ez most ez szerintem elkezdtünk. Szerintem ez tök érdekes kérdés. Azért, mert nincs mennyiségi kérdés ebben a dologban. Illetve nekem van, tehát ha most azt mondanám, hogy azért, ha nincsenek 78-an, akkor ha megdöglenek se lesz belőlük közönség. Lehet, hogy néző lesz belőlük belőle, te is néző voltál, amikor megtörtént ez a dolog, de a közönség az egy teljesen más fogalom. Tehát az, amikor... Ide, János! Ez abszolút igaz. De néhány évvel ezelőtt Zsámbékon jöttünk, mentünk egy 5,5 órás előadáson, amit te csináltál a tanítványaiddal, a Vízkereszt volt, ugye? Ott nem voltunk 100-an, hát néha voltunk 100-an, de az is ilyen volt, hogy ha akartam, arrébb mentem, és néztem a pikpangot a fűben. Ha akartam, visszamentem, és néztem a színészeket. De ha eluntam, akkor bámuláztam a kilátást. Tehát, hogy ugye nem csak a tradicionális helyszínek és tradicionális szerepkörök vannak összekötve, hanem... Tehát igen, én azt gondolom, igen, hogy egy ember is néző, és például egy mondat erejéig visszautalva az online közvetítésre, komoly értéknek gondolom, hogy az amúgy az én számomra hozzáférhetetlen előadások, mert nem vagyok ott helyileg, egyszer csak hozzáférek. És ez Magyarország viszonylatában is érdekes, hogy egy miskolci előadást egy évvel később, vagy valamennyi idővel később láthatnak, amikről nagyon sokat írtunk, beszéltünk, díjat kapott, nem tudom én mit, egyszer csak láthatják azok is, akik nem jutnak el Miskolcra. Magyarul azt a kényszert, hogy most régi előadásokat, amik már nem mennek, leadtatok online, abból nem lehet előnyt kovácsolni és leadni a Stuart Máriát, kedves Ildi, vagy a többi előadást is? Stuart Mária szerdben van, már készült is velem pár napja egy interjú HVG-be. Gondolom, hogy azért lesz majd valamikor, hogy... De nem csak a járvány miatt, vagy a karantén miatt, hanem hogy ebből csinálni egy rendszert. Hogy de több előadást így. De ezt csináljuk, és bánjuk is, hogy például a János előadás előtt ez nem tudott megtörténni, de ott valami nagy kapkodás lett a félreértések miatt. De ezt próbáljuk, hogy azt, hogy kiírjuk, hogy donate, ezt nem tartom valószínűleg. Más a rendszerünk. Fizető módszerrel lehetne megnézni. Tehát, hogyha az van valami minimális, egy mozi egynél jóval szűkebb összegért egyszer meg tud nézni az előadást. Szóval én azt teljesen jónak tartanám. Ezzel az a gond, hogy készülünk erre, Judit, tehát szeretnénk az elmúlt előadásainkat egy ilyen YouTube csatornán leadni, vagy bármilyen csatornán, mindegy, de az a gond vele, hogy iszonyatos jogdíj és jogi kérdéseket vet fel a közvetítés lehetősége. Tehát most mondok neked egy jó példát, hogy mondjuk leadjuk a kabarét, amit János rendezett, és János tök helyesen mondjuk lemond a szerző a rendezői jogdíjáról, az isó lemond a dramaturg és fordítói jogdíjáról, a színészek is lemondanak a jogdíjukról, és akkor még mindig nem adhatjuk le, mert a szerzők nem fogják engedni. Ha véletlenül olyan darabot találunk, mondjuk, aminek nincs szerzői jogdíja, akkor mégis felmerül a fordítói jogdíj alkot, tehát, hogy rengeteg probléma van, és erre tulajdonképpen vannak törvényi rendelkezések, de nincs egyértelmű törvényi rendelkezés. De, hogy őszintén, igen, készülünk arra, a honlapunkon csinálunk egy külön oldalt annak, hogy az elmúlt előadásaink profi körülmények közötti felvétele lejátszásra kerüljön. Szerintem ez egy jó ötlet. Az, hogy ezért fizessenek, ez meggondolandó, de inkább azt mondom, hogy ez egyfajta kapcsolattartás, vagy egyfajta lehetőség arra, hogy megszólítsunk embereket. Tehát a soproni nézőt rávegyük arra, hogy Miskolcra járjon színházba.
Igen. Az elmúlt időszakban azért annak tanúi lehettünk, hogy a nézői befogadás ritmusa megváltozott. Tehát ha ma megnézünk egy 70-es évekbeli előadást, vagy a Helena Weigellel a Kurázsi mamát, akkor valóban fogjuk a szék karfáját, hogy na mikor zöttyenünk már át a következő jelenetben, ugyanis legutóbb 1 óra 20 percben láttuk a Kurázsit, például a Teslában. Tehát, hogy kénytelenek voltatok már ti rendezők szembesülni egy néhány aspektusból az idők követelményével vagy a szavával. Nem lehet, hogy most is kénytelenek lesztek? Most pontosan mire gondolsz? Úgy általában, vagy a felgyorsult idő miatt? Vagy? Ahogy a felgyorsult idő miatt ez már megtörtént, most megtörténhet a nézőkkel való más kapcsolattartási formák terepén, vagy például, Ildi, neked igazán kézre áll a drámák kőkemény, hogy mondjam csak, meg János, neked is, a kőkemény kezelése, tehát nem idegenkedtek ti attól, hogy a Szent Shakespeare-be vagy a Szent Epp-Schillerbe belepiszkáljatok. Tehát lehet, hogy egy ilyen kényszert is hoz magával ez a tapasztalat, amin átmentünk. Lehet, hogy másmilyet is. Lehet, hogy János, mégiscsak ki kell menned egy lépcsőházba színházat csinálni. Vagy aki ki kell mennem az országba. Hát az, hogy az észlelés megváltozik, az egy állandó történet, tehát az mindig kell alkalmazkodni. Nem csak az időkezelés változik meg, hanem az is, hogy ilyen multitaskingban élnek az emberek. Tehát azért én sokszor látom, tehát nagyon nehezen tudnak a nézők egy dologra koncentrálni. Egész egyszerűen azért a fiatalabbak főleg, tehát itt azért ez eléggé ketté válik, tehát az a fiatal, aki ahhoz van szokva, hogy egyszerre tévét néz, olvas, mert nem olvas, de mondjuk YouTube-ozik, és közben Instagramot nézeget, Facebookot, tehát egyszerre 5-6 képernyő van körülötte mondjuk, és még beszélget is, annak ez teljesen természetes, hogy a színházi előadás közben előveszi a mobilját és csetel. És kommentálja, amit lát, tehát nem is feltétlenül nem érdekli, hanem igénye van arra, hogy jelen időben erről kommunikáljon valakivel. Én ezt eléggé általánosnak látom, és hát butaság volna ezt letagadni szerintem, hogy ez van. És ami, nem tudom, bennem ezt megmozdította már korábban is, de... Hogy polifon módon szerkeszek dolgokat. Tehát egyszerre több minden történik a színpadon, és nem abban a fajta kicsit hagyományosabb megoldásban vezettem a néző figyelmét, hanem egy kicsit válogathat is, hogy éppen mit néz. De hát ott is vannak hangsúlyok, tehát azért nem ennyire fekete-fehér. Igen, de mondjuk a Jánosnál ez a rendezői anyanyelv része, hogy 6-8 helyen beszélnek, meg történik minden, és tulajdonképpen nekem módomban áll kiválasztani. Kicsit rásegít, hogy mi az, amire fókuszáljak, de módomban áll bármi más nézni. Hát nem pont erre gondoltam, de ez igaz. Hát nem pont erre gondoltam, inkább a médiumok és akár a műfajokat is keverve, tehát ennyire. Tehát tényleg, mintha több mindent néznél egyszerre. Igen. Attila, az előbb valamiért elkezdted mondani, hogy te nem akarsz nagyon konzervatív lenni, de hogy úgy érzed, hogy egyre konzervatívabb vagy. Nem, én igen, ez így van, nem akarok. Irigylem Gáspár Ildit a gondolkodásáért, és jobban oda fog figyelni dolgokra ilyen szempontból. Tényleg irigylem, de hát, ez van most, ez nem egy ilyen forrószék, vagy minek nevezzem. De ami még érdekes kérdés, és amit én szerintem egy kőszínház esetében felmerül, az például az, hogy ebben a helyzetben hogyan fog változni a színház műfaji eloszlása. Tehát, hogy mi fog történni, nyilván az emberek azt akarják, hogy bejöjjenek a nézők, és akkor elő kell kapni 3 operettet. Nem hiszek benne, csak mondom, hogy, és ezt beszéltük már egyszer, hogy a háború után volt egy ilyen hihetetlen... Igen.
fellendülése a főleg az amerikai musical irodalomnak, a zenés filmnek. A komédiáknak általában, igen. Általában. Én azt gondolom, hogyha most végignéznék, én néztem kollégák műsortervét, hát lesz kacagni való bőven a jövő évadban. Mi nem léptünk erre az útra, ha őszinte vagyok, vagy nem teljesen léptünk erre az útra, mert nem hiszek abban, hogy egy színházi előadásnak a műfaja meghatározó, inkább a minőség a meghatározó, de mégis azt gondolom, hogy ez egy fontos kérdés lesz, hogy fog felhígulni egy-egy repertoár, egy-egy színház. Aha. Nem a budapesti színházakra gondolok, mert nyilván az Örkény Színház nem Neil Simon fog játszani Ray Cooney-val párosítva, de azt gondolom, hogy ez a kevés kis példa, ami budapesti művészszínházak, vagy bármilyen színházaknak nevezzük őket, en kívül ellenben mondjuk egy vidéki színház ebbe fog menekülni. Most nem néztem végig az összes kollégám műsortervét, de nagyon fel fog vígjátékosulni egy-egy vidéki kőszínház repertoárja, ami egy menekvés. Én nem hiszem, hogy ez így van, mi nem változtattuk meg nagyon a jövő évadunkat. Természetesen a szokásos 14 premierről mi is lecsökkentünk gyorsan 7-re, mert ennek csak technikai oka van. Az a technikai oka, hogy 137 előadást kell bepotolnunk, és több nap, mint kolbász, hanem ha több bemutatót akarunk. De azt gondolom, hogy megpróbáltuk azt az ízlést megtartani, amit elmúlt 5 évben megtartottunk, vagy kitaláltunk, vagy felépítettünk. Figyelj, lehet, hogy a vígjátékosodás nevében, de Szegeden például holnap után az 1984-et folytatják. De mi az új? Nem tudom. János, van-e olyan, hogy nem tudom, hogy te hogy érezted magad az elmúlt 2 hónapban vagy 3-ban, lehet, hogy nagyon jól, és nem volt semmi probléma ezzel, de hogy elképzelhető-e, hogy alkotók, rendezők, írók agyában ettől szöget üt valami más darab, mint amin eddig gondolkodtatok? Persze, nem látok semmit. Én így magával a helyzettel nem foglalkoznék, nem tudom, hogy hol fog visszaütni, tehát nem, bár mindenféleképpen csinálnék, mazban fagyizó ember, az nekem nagyon vonzó, tehát az, de nem tudom, hogy mikor merem színpadra engedni, de figyelj, például most a Szombathelyen a Kocsissal a Lír király lett volna, és én mondtam a Jordánnak, hogy ezt engedjük el, ezt a történetet, és Karádzsálét fogok csinálni. Tehát egész egyszerűen azt gondolom, hogy ha nekem sikerül a Lír királyt oda nyekkenteni a szombathelyi színpadra, akkor biztos az, hogy 300 életvidám ember, 300 emberrancs fog kijönni a végén, ha még annyira könnyekig hatódva és katartálva is. És szerintem de akkor ez az, amit az Attila mond. Igen, ez az, amit azt mondta, hogy ők nem csináltak meg, én meg fejből ezt, ez helyből eljutott az eszembe. Figyelj, egész ez az, hogy nekem sincs kedvem hozzá. Tehát nekem se. Úgy, ahogy amikor megcsináltuk a helytartót, akkor utána megesküdtem, hogy egy évig csak vígjátékot fogok rendezni, mert annyira bementünk az isóval a sötétbe, hogy semmi kedvem nem volt ott lenni. Tehát ez egy ilyen dolog. Bár most föl fogom tenni a helytartót most, hogy a Kohut elment, Isten nyugasztalja. Igen. Igen. Mondd, Ildi, neked jutott eszedbe olyan, ami már magán viseli ezeket a hatásokat, vagy tapasztalatokat, amit átéltünk? Hát én is változtattam azon, hogy mit rendezek idén. Aha. Nem azt rendeztem volna, ami lesz. Biztos, hogy tehát semmi köze nincs a vírushoz. Inkább ahhoz van köze, hogy mennyire tudunk egymáshoz közeledni, vagy hogy hogyan vehetők fel egymással kapcsolatok. Tehát engem ez kezdett el jobban érdekelni. Tehát itt inkább az emberi viszonyoknak, vagy tehát, hogy ott nem annyira társadalmi, ami előtte érdekelt volna, hanem egy emberi kapcsolat. Most így nagyon leegyszerűsítve, de
ez lett inkább a fókusz. Az előtte lévő az inkább az egy tájabb horizont lett volna, egy másfajta történet. Azt is meg fogom egyszer majd csinálni, de most úgy éreztem, hogy nincs hozzá kedvem. Ha mondhatok egy mondatot, jó magam is változtattam a jövő Miskolci előadáson, de alapvetően azért változtattam, mert hogy egy ilyen, hogy mondjam neked, egy ilyen a megosztottságról, vagy erről a kettősségről, vagy kettőződöttségről szóló háborúba vezető történet helyett, inkább azt választottam, egy olyan történetet választottam, ez egy zenés történet volt az előző is, ez is egy zenés történet, olyat választottam, ami pont erről szól, hogy hogy hígul fel ez a valamilyen kényszer hatására ez a műfaji dolog a színházba, és igazából, amikor kiválasztottam, csak érzéseim voltak, és aztán egyszer csak rájöttem, hogy egy tök aktuális történetet választottam a vírus utáni helyzetre, vagy lehet belőle aktuális, de változtattunk, de nem, tehát például az évadunkban, Miskolcon nem a Jánosét se cseréltük le, az Aserét se cseréltük le, a Rusznyák rendez Kolhász Mihály helyett Szent Iváni Jálmot, de azt gondolom, hogy az nem egy olyan nagy változtatás. Tehát de ez, amiről te beszéltél most, ez mi? Ez egy tök érdekes, de hát majd elmondom, mikor meghirdetjük az évadot. De a West Side Story-t rendeztem volna, és a West Side Story helyett választottam mást. Én azt gondolom, hogy a West Side Story ma egy vérre menő történet lehetett volna, de nem, most nem erről kell mesélni. Beszéljünk még egy picit a színészekről. Biztos látjátok ezt a rettenetes dömpinget, a rettenetes csak mennyiségileg értem, mert nagyon jó dolgok vannak közte, amit a színészek a Facebookon produkálnak. Tehát olyan igényük van arra, egyrészt az, hogy a közönséggel valami kapcsolatuk legyen, másrészt, hogy valamilyen formában csinálják tovább a saját szakmájukat, hogy szerintem ennek is lesz következménye. Tehát ott fogtok állni a színészek előtt, akik egyszerűen túl vannak töltve, túl vannak mármint energiával. Ugye nagyon sok külföldi színház, vagy több külföldi színház, az egyik azt hiszem a Burg azt találta ki, hogy a színészek 100 estén át felolvassák a Decameront, mármint a Boccaccio-t. A másik az írókat kért föl, hogy írjanak monológot a színészeknek. Ez megint a kis forma. Írjanak nekik monológot. Ez is nagyon érdekes, mert nem mindenki otthon a karosszékből tolja ezt a monológot, hanem keresnek hozzá valami egyszemélyes, de mégis színházi teret. Tehát, hogy nem gondoljátok-e, hogy valami ilyen teret, mármint lehetőséget kell majd a színészeknek adni. Pszichoterapia. Én értem pontosan, hogy arra gondolsz, hogy amíg nem nyit ki a színház, tudják magukat foglalni, vagy? Hát de hogy úgy, hogy és ezt valaki kézbe vegye, mert most ez meglehetős irányítatlan. Ugye mindenki azt csinál, amit akar, vagy ami eszébe jut. Bocsánat. A Bíró Krisztának a mottoja az nem egy szervezet. Igen. Igen, a szervezet lett, igen, az nagyon jó. Az valóban nagyon jó. És hát az őrkényes színészek, ez nem látható így, hiszen éppen a személyes kapcsolatról szól. Naponta rengeteg telefont bonyolítanak, ahol verset mondanak, és nem csak verset mondanak, hát ők beszélgetnek, amire nincsenek kényszerítve természetesen. Ők élvezik, és ők akarják ezt, hogy beszélgetnek ezekkel az emberekkel, akiket ők felhívnak, és akiknek elmondják a verset, és élvezik. Igen, is fölhívott a csúja. Na, látod. Igen. Hát, hogy ez is egy olyan dolog, hát, hogyha az a kérdés, hogy fogunk-e, vagy én nálunk, vagy mi, nem tudom, felmerül-e egy ilyen videós történet, szerintem most egyelőre nem. Tehát most készülünk az évadra, és arra koncentrálunk, és hogyha megint be kell zárni, akkor meg majd ahhoz fogunk alkalmazkodni, és akkor már lehet, hogy megint kitalálunk valamit. Attila? Nem vettünk
magunkra ilyen dolgot. Mi azt csináltuk, csináltuk, hogy naponta próbáltunk, voltak ilyen szövegösszemondó próbák azért, hogy valahogy életbe tartsunk előadásokat legalább szövegszinten. Szerintem János is próbált, Máté is, mindenki próbált, sőt azok az előadások, amiket majd le kell játszódjunk, azokat próbáltuk életbe tartani. De mivel mi elkezdünk csütörtök reggel 10-től konkrétan is dolgozni, próbálni, én azt gondolom, hogy most ez az elsődleges, és még mondok egyet, ami ilyen, itt mondom el először, hogy nem is állunk meg, tehát nem az van, hogy június közepén meg lesz a szerelmes Shakespeare és a francia rúdugrás házi bemutatója, másnap elkezdjük próbálni a következő évad első két darabját, és július végéig próbáljuk, azért, mert az én, mondjuk a számításom szerint úgy fogjuk tudni bepótolni az elmaradt előadásainkat, és úgy fogunk tudni párhuzamosan haladni a következő előadásokkal, ha kész van már 4 dobozban, és akkor azokat csak augusztusban szeretnénk tartani egy olyan 10 napot, amikor minden előadást felújítunk, és én bízom benne, hogy augusztus 20-a után elindulhat valamilyen módon a játék, és ebben a körben Jánosnak van az utolsó bemutatója a Hermelin valamikor februárban. Én azt gondolom, hogy nem facebookozunk, hanem most elkezdünk dolgozni, hogy legyen mit majd bemutatni. Aztán, ha véletlenül nem lehet megnyitni a színházat, akkor fékezünk, és kitalálunk más formát. De mi öten vagyunk, eldöntöttük, hogy az a legjobb út, ha dolgozunk. Igazából nyár se nagyon lesz a színházban, tehát végig fogjuk dolgozni a nyarat is. Ez érdekes, hogy tulajdonképpen a dolgozunk és a visszatérünk, az tulajdonképpen, mintha mindegyik kötöknél azt jelentené, hogy az legyen megint a színházban, ami volt. Hát az is legyen. Aha. Az is. János, mit nevet? Ez egy elég jó forma, Judit. Azért az hogy 500-an ülnek, vagy 20-an csinálják, és a többi nézi, az olyan évezetek óta szépen kialakult történet. Én nem hiszem, hogy ezen lényegben vágóan, formailag változni fog. Hát ha ez a fajta kultúra elmúlik, ez a görög zsidó keresztény történet elmúlik, akkor lehet, hogy nem lesz színház, vagy ha az emberiség, de hát azért ez a fajtája, hogy amit a nagyok mondtak, az szerintem biztos, hogy maradni fog, és az lesz a meghatározó színházi forma. Én szerintem, természetesen. Videó ide, a mapping oda, és Isten világítása ide. Fényfestő. Ja, az a mapping, igen. Ja, tehát ennek ellenére igen, jó. Egyszerűbb lesz a történet, vagy a gyökere, az szerintem mindig a görög történet lesz. Ildi? Most mit mondják erre? Nincsenek nálam ilyen kizárólagosságok, hogy ezt utálom, ezt nem kóstolom meg, ezt nem akarom. Nem tudom, abból lesz, ami van körülön. Én szeretek kipróbálni dolgokat, amit még én sem tudom, hogy feltétlen, hogy mi lesz. Meg figyelj, ezt például, amit most kérdeztél, erre nem lehet válaszolni, és ráadásul nagyon sokféle a válasz ahhoz képest is, hogy hány színházban dolgozunk, hány színházban rendezünk, milyen, hol, melyik országban, mit tudom én, tehát az kicsi, nagy tér, szabadtéri, nem? nagyon, nagyon nehéz erre így válaszolni.
Az, hogy az Örkény Színházban mi történik, azért az alapvetően nem rajtam múlik. Tehát, hogyha be kell ültetni 400 embert, akkor be kell ültetni. Hogyha 200-at lehet beültetni, akkor meg majd akkor az egy másik helyzet. Vagy 150-et, vagy mit tudom én, érted? Hogyha a karzatot üresen lehet hagyni, akkor biztos fogom használni, ez nem kérdés. Ha a nézőket fel lehet ültetni a színpadra, akkor ilyenek nem voltak, még én kurvára örülnék neki. De hát nem tudom, hogy ez lesz-e. Én nagyon, nagyon boldogan kipróbálnék ilyen dolgokat. Na de hát ha? Hát nézd, az kell, hogy ne a nézőszám legyen az elsődleges, miután ez az elmúlt, nem tudom, 20 évben mindig így volt, ezért ahogy kellett, most is be kell szuszakolni 68 embert a stúdióba, ami hát az azt jelenti, hogy nincs levegő. Igen, mondjuk vannak boldogabb helyek, ahol az állam, illetve a kulturális költségvetés nagyon nagyvonalúan támogatja azt, hogy a színházaknak most ne elsősorban arra kelljen figyelni, hogy anyagilag ez a dolog hogy fog kinézni. Nem tartozunk éppen ezek közé a helyek közé. Ez az egyik része, bocsánat, hogy félbeszakítalak, csak pont erről jutott az eszembe, hogy a másik része az, amit pedzegettél még így az elején, ez hogy mennyire tudnak bejönni másfajta médiumok, vagy hogy tehát ehhez azért kellene egy teljes szemléletbeli változás, és nem csak abban, hogy a teret hogy használjuk, hanem abban is, hogy kik a színház dolgozói. Tehát Magyarországon hát nincsen videótár, vagy nem jellemző, hogy lenne, és azért az emberek többsége úgy gondol a videóra, mint egy tévéközvetítésre, tehát ami azért van, hogy felnagyítsa a színészek arcát, és akkor jobban lehet őket látni. Vagy közvetíteni lehet dolgokat, amiket egyébként nem látunk jól. Tehát nem egy audio-vizuális médiumra, ami ott teljesen más cél szolgál. És hát az meg aztán végképp nincs, hogy valami digitális tudás is legyen. Tehát amit itt pedzegetsz, hogy hogy online meg... Egyszerűen ez kellene hozzá, hogy teljesen megváltozzon az, hogy mi egy színháznak a technikai műszaki háttere, hogy abban kik vesznek részt, hogy dolgoznak együtt. Én ennek egy pici esélyét látom csak, hogy... Tehát, én meg azt hiszem... Kevés erről a tudás és a közgondolkodás, a idegenkedés van, és nem tudom. Szóval... Szerintem itt fognak meglepetések érni mindenkit a független csapatok részéről. Ez mert ott sincs olyan háttér és minden, de van innováció, van kreativitás, és van otthonosság és szabadság, a különböző eszközök használatában. Úgyhogy meglátjuk, hogy mégis mi az, ami fog változni. És ezt mikorra teszed, Judit, hogy ez változni fog? Amikor elindulhat a színház. Jó, oké. Akkor én most felajánlok egy karton Krembacher pezsgőt, jó? Hogy ez nem fog megtörténni, az, amit most mondtál. Mi, hogy a függetlenek beépítik? Azt mondom, igen. Oké. Akkor ez egy fogadás, és akkor erre a bizonyos pezsgőre ti is vendégek vagytok. Figyelj, csak annyi kell, hogy mind a négyen, vagy mondjuk, hogy én ellenérdekelt vagyok, a három másik ember azt mondja, hogy megtörtént, vagy nem történt meg. Tehát én nagyon-nagyon nem látom azt a szóval most úgy tűnik, mintha itt ülne három szerencsétlen kőszínházi faszkalap, akik képtelenek a megújulásra, meg mit tudom, és majd a függetlenek hozzák a... Csak kettő. Mindig képes a megújulásra. Én nem megújulásról beszélek, János, hanem arról, hogy ennek a... Hozzák az új nyelvet, de hát az... Nem, az eltelt idő tapasztalata valamilyen formában meg fog jelenni. Erről beszélek. Jó, a fogadás tárgya ez, ugye? Én abba is fogadok vele, Judit, abba is fogadok, hogy a János előadásaiba is meg fog jelenni. Én is ezt gondolom, most hogy ez... Most fogadok veled, hogyha eljössz megnézni a Hermelint, akkor ott lesz benne.
Jó. Egy biztos, az újságírás bizonyoságaiban itt vannak hosszú távú tapasztalatok, ugyanis ezt a beszélgetést, ha nincs karantén, akkor 2 hónap alatt tudjuk összehozni személyesen. Így meg tessék. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm nektek, és hát akkor meglátjuk, a fogadás áll.